Június 3-án zsúfolásig megtelt a Petőfi Sándor Művelődési Központ színházterme, ahol Kiskörösváros fúvós zenekara fennállásának 40 éves jubileuma alkalmából egyedülálló gála műsorral készült. A nagyszabású produkcióban a Kiskörösről elszármazó, ma már országos és világhírnevet szerzett egykori kiskörösi zeneiskolás diákok is felléptek. Ismét hallhatta a hazai közönség Csővári Csilla operaénekest, Boldocki Gábor trombita művészt, Stranyák Dávid basszus harsona művészt, valamint Kun Gábor és Opauszki Gergely kürt művészt. Domonyi László polgármester köszöntőjében a zeneiskolában folyó kiváló szakmai munkát méltatta. Olyan világsztárokat és tehetségeket nevelt ki, akik már nemzetközi világszinten híresek és viszik a kiskörösi alapfokú művészetiskolának a tudását, és mutatják be Magyarország büszkeségeként, hogy ők mit tudnak. Nagyon büszkék lehetünk rájuk, és azért is legyünk nagyon büszkék rájuk, mert ők hazajönnek. Ők hazajönnek, és ma is itt vannak velünk, aki csak tehette, itt van, és zenél a kiskörösieknek, mert meg akarják köszönni azt a sok-sok mindent, amit kaptak tőlünk. A zenekar Sipos Béla vezényletével már hosszú ideje készült a jubileumi hangversenyre, hiszen az egyben rangos nemzetközi minősítő is volt. Jelen volt a Magyar Fúvós Zenei és Mazsorett Szövetség, valamint a Fúvós Zenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetségének szakmai bizottsága, akik a színvonalas előadást a maximális 100 pontra értékelték. A zsűri tagja volt Szabó Ferenc, Hidas Frigyes és Nívó díjas karmester, Neumayer Károly, Liszt Ferenc díjas és a Magyar Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett trombita művész, valamint dr. Csikota József, a Közép-Kelet-Európai Fúvószenekari Szövetség elnöke, aki Kiskörösváros fúvószenekarának szakmai elismerő oklevelet adott át a Világ Fúvószenei Szövetség nevében. Sipos Béla karnagy a Világszövetségtől az Ifjú Tehetségek karmesteri díját vehette át. A zenekar örökös tagja az egykori ikonikus karmester Boldocki Sanyi bácsi is színpadra lépett a gála műsoron, ahol ismét karmesteri pálcát ragadott. De nem csak ő tért vissza a gyökerekhez, egy szám erejéig színpadra lépett Domonyi László polgármester is, akit most muzsikusként trombitával a kezében láthattak és hallhattak a kiskörösiek. A gála műsorról bővebb összeállítást jövő heti Petőfi tér című kulturális magazinunkban láthatnak.